A nemzet, a haza szeretet és a honvédelem fogalma elválaszthatatlan egymástól. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte el Simon László a jelenlévőket Pákozdon, a nemzeti emlékhelyet jelző márványoszlop avatásakor. Az államtitkár hozzátette, a Fejér megyeiek büszkék lehetnek, hogy a székesfehérvári után immáron már a második nemzeti emlékhelyet avatták idén térségükben. Azon túl, hogy mi Fejér megyei polgárok büszkék lehetünk arra, hogy a megyénk székhelye az egykori koronázóváros, arra is büszkék lehetünk, hogy a Magyar Honvédség megszületésének helyszíne az 1848-as győztes pákozi csatának a helyszíne az egy olyan katonai emlékparkán nőtte ki magát, amely egyedülálló Európában, és ahol a magyar katonaság ügyének, a magyar honvédelem, a hazaszeretet ügyének valamennyi fontos momentumára rámutató emlékpont található. Szüksége van a nemzetnek arra, hogy megjelöljék azokat a helyeket, amelyek a határon inneni és a határon túli magyarok számára oly fontosak. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságot Szakály Sándor képviselte. A bizottság tett annak idején javaslatot arra, hogy mely a magyarság számára fontos helyszíneket nyilvánítsanak emlékhelyé. A hadtörténész elmondta, a pákozdi katonai emlékpark méltó módon került be az emlékhelyek közé, kultikus helye ez a magyarságnak. 1848-ban itt egy olyan esemény történt, amely meghatározó volt 1848-ban és 1849-ben a forradalom és a szabadságharc időszakában, és azóta is, ha mondhatnám így, jó értelművel kultikus helye a magyarságnak, és én azt gondolom, hogy ez jelzi azt, hogy ragaszkodik ez a nemzet a múltjához, és ragaszkodik azokhoz a helyekhez, amelyek meghatározóak voltak történelme során a Kárpát-medencében. A Magyar Honvédsereg születése első győztes csatája ehhez a helyszínhez kapcsolódik. Benkő Tibor, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke avató beszédében hangsúlyozta, a Magyar Honvédség 165 éve itt Pákozdon született meg a győztes csatát követően. A pákozdi nemzeti emlékhely és a most felavatott nemzeti emlékoszlop irányt mutat majd a ma emberének. Ez az oszlop, ez a stéli figyelmeztet arra. Én legalábbis úgy gondolom, felhívja a figyelmünket arra, hogy ennek az országnak, a hadseregnek, a katonáknak, a népnek a tragédiája évek folyamán hogyan következett be, és utat mutat arra, hogy ezt el kell kerülnünk. A nemzeti emlékoszlopot az avató beszédeket követően leplezték le, majd felvonták a magyar lobogót. Az ünnepség zárásaként katonai díszbemutatót láthattak az egybegyűltek a pákozdi nemzeti emlékhelynél.